majd, hogy nem fél éve cseréltem le az autót bringára és vonatra. Aszódról járok Gödöllőre dolgozni, így a mindennapokban vonattal járok be, és vonattal járok haza. B plusz R parkolóházban parkoltatom a bringámat, és így jutok el 5,2 km-re a város túloldalára. Pestre járok dolgozni, és ahol, amikor nem vonatozok, akkor kerékpározok. 18 óta egyértelműen azzal közlekedek előtte a hévvel, mert nem volt vasút. Gyorsabb, mint sétálni, és egy kis reggeli mozgás, meg kis levezetés meló után. Hát sokkal gyorsabb, sokkal egészségesebb, ennél kell több. Nem kell bennállni a forgalommal dugóba, úgyhogy itt sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb nagyon sokszor. Legalábbis kiszámíthatóbb, inkább mondjuk azt. Azért kezdtem biciklivel járni, mert óriási ugrott az üzemanyag ára, már 500 fölött tartott, és az volt nekem a lélektani határ. Másrészt egy kicsit egészségesebb is. Harmadrészt vadgazdamérnökként egy kicsit a természetet is szeretném gyógyítani. Így váltottam a bringázásra, ami teljesen környezettudatos. Mert lusta vagyok legyalogolni, az hosszabb időt vesz igénybe, mint a kerékpár, és azelőtt is kerékpárra jártam Gödöllőn. Negatívumot talán a forgalom jelent, az, hogy rengeteg az autó az utakon, és nem mindig értik meg a bringásokat, de ezt tudni kell kezelni. Hogyha csak simán bemegyek a vonattal, bejövök ide, az 2,5 km, ha felteszem a bringát a vonatra, ami előfordul gyakran, és onnan megyek be, akkor ez még plusz 4,5 km, tehát kb. 7 km egy irányba, és vissza ugyanannyi. Néha hazafelé kicsit többet is tekerek, hogyha tudok. Sokkal gyorsabb a városi közlekedés. Kiépített az egész ringás úthálózat a városban, bárhová el lehet jutni akár 5-10-15 perc a leghosszabb idő, amit eddig mentem vele a munkába.